A Populus Nigra Italica, a Jegenye nyár. Hát itt most az 5. emeleten vagyunk, és hát ezen a kis keskeny két ház közötti szakaszon pont rálátunk, tehát látjuk azt, hogy valószínűleg ez a 7.-8. emelet tetejéig ért. Igazából hát ezt ugye ön is meg tudja vásárolni, konténeres kiszerelésben, jellemzően amit egy kertészetben meg lehet kapni, azok olyan 1-2 méter magasak, vagy adott esetben még magasabbak, tehát nem ritka, hogy kertészetben 4-6 méter magas növény is elérhető. Ez kezdetben karózást kíván, addig, ameddig megerősödik a főtörzsen, feltétlenül olyan helyre ültessük, ahol van neki szabad tér, hiszen hát egy ilyen hatalmas fát nyilván, hogyha csak lentről nézzük, akkor ugye onnan nem fog olyan élmény nyújtani nekünk, mint amit ugye a távolból, hogyha egy út mentén látjuk, vagy pedig rálátunk valahonnan. Tehát ez a fa adott esetben kiváló, ha alkalmas lehet, hogy mondjuk egy tanyát körbevenjünk vele, vagy pedig, hogyha valakinek van egy ilyen igazi nagy birtoka, akkor ezzel a fával olcsón és fantasztikusan gyorsan, ugye még a saját életünkben, mert ugye ez is fontos, hogy azért, és hogy olyan fákat szeretünk ültetni, amelyekről tudjuk, hogy a mi életünkben még azért láthatjuk és gyönyörködhetünk benne. Tehát jó hír, hogy ez a jegenyenyár, ez rendkívül gyorsan nő, és nagyon hamar több emeletnyi magasságban képes megnőni, és egyébként magával ezzel az oszlopos, sudaras megjelenésével ugye hát ilyen mediterrán hangulatot kölcsönöz, de hazai mediterrán hangulatot, mert abszolút a hazai szem az hozzá van szokva ennek a növénynek a látványához. Nekem az egyik kedvenc növényem, úgyhogy remélem, hogy minél több kertbarát kap kertet, és ültet majd jegenyenyárt.